Keneljeikben hűsölnek a menhely kutyusai. Egész héten tombol a nyár, csütörtökön pedig akár 37 fok is lehet. Erre a perzselő hőségre pedig az állatotthonnak is fel kellett készülnie. A védekezésünk az most már több mint 10 évet tart, amióta látjuk, hogy extrém változások vannak az időjárásban. Elsősorban a növényesítés volt az, ami a legcélra vezetőbb és a legsikeresebb. Nagyon sok bokrot, facsemetét telepítettünk 10 évvel ezelőtt, és azóta is folyamatosan ezek jó részt árnyékot biztosítanak a keneleinknek. A másik dolog pedig, ahova nem tudjuk ezt biztosítani, de pedig napvitorlákat építettünk, feszítettünk ki. Emellett természetesen az állatgondozók folyamatosan friss vízzel látják el az állatokat, keneleknek a padlóját folyamatosan mossuk, hűtjük, úgyhogy azt gondolom, hogy alapvetően azért sikeresen tudunk védekezni. A cicák incselkednek a kamerával, egymás mellett pedig jól megférnek, kénytelenek, hiszen egyre többen vannak. Idén nyáron ugyanis rekordszámú állattól szabadultak meg a gazdák. Az utóbbi 10 év vagy 8-10 évnek a legnehezebb nyarán vagyunk túl. Extrém mennyiségben érkeznek bejelentések, extrém mennyiségben kerülnek be hozzánk kutyusok, cicák, nagyon gyakran csip nélkül is. Egész komoly rekordjaink voltak. Május közepe és június közepe között 30 kutya érkezett be, az utolsó másfél hónapban 42 kutyus került be. Ezen kívül 3 hónap alatt 58 cicát jelentettek be. Most is nagyon sok van várólistán, akikről részben gondoskodunk, tehát az orvosi ellátásukat, táplálásukat ezeknek nagyobb részt tudjuk biztosítani, de nagyon nagy nyomást jelent ez rajtunk. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok volt a sérült állat, aki bekerült, csak a közelmúltban 3 komoly combcsontműtétet végeztünk el, könyökműtétet, lépeltávolító gyomorműtétet, tehát nagyon sok és nagyon komoly műtéteket kellett lebonyolítani és elvégeznünk. Annak, hogy a gazdák kirakják az állatokat, több oka lehet. Azonban az állatbarátok számára mindegyik elfogadhatatlan. Nyilván biztos, hogyha aki kidobja, vagy aki megválik tőle, akkor gazdasági indokat mondana. Én ezt azért nem tartom elfogadhatónak, mert úgy gondolom, hogy ha valakinek van egy kis állata, akit hát családtagként, vagy legalábbis a saját háztartásán belül tart évek óta, én azt gondolom, hogy az nem kerül többe, hogyha továbbra is egy fedél alatt élnek. Most, hogyha éppen nem kerül egy olyan drágább tápra, vagy tápszerre a családi költségvetésből, hanem mondjuk az otthoni konyhai maradékból adnak tulajdonképpen neki rendszeresen. Természetesen az is sokkal jobb, mint hogyha utcára kerülne, vagy kidobnák őket, és ami az elkeserítő, hogy nagyon sokan nem is behozzák, vagy jelzik, hanem egyszerűen az utcára dobják, és nagyon sok kutya cica közvetlen az utcáról került be, olyan állatok, akiknek akár nincs is csipjük, de látszik, hogy a közelmúltban még volt gazdájuk. A menhelyen egyre több az állat, így a helyek is jócskán fogynak, de nem csak ez jelenthet majd problémát a jövőben. Eléggé nagy izgalommal és hát nem kis félelemmel nézünk elébe az év hátra lévő részének, hiszen eddig is havi 168 000 forint volt a villanyszámlánk, ez nyilván jelentősen növekedni fog. Azon kívül a fűtés fapellettel történik, és az alternatív fűtőanyag ára is hát nagyon drasztikusan emelkedett az elmúlt időszakban, és hát a további emelkedés várható, úgyhogy a téli időszakban a fűtés, világítás, kiegészítő fűtéseknek a finanszírozása az biztos, hogy nagyon komoly lesz, és mivel az alapítvány sem természetes személyként működik, ezért mi is természetesen a magasabb áron tankoljuk az üzemanyagot, úgyhogy hát nagyon nehéz időszak elé nézünk, azt hiszem mi is, és az összes állatmenhely. Így tehát nem csak a tél, de az ősz is kemény lesz az állatotthon számára, ezért minden támogatást szívesen fogadnak. Nagy Péter szerint egy mozijegy, de egy gombócfagyi ára is óriási segítséget jelent nekik havonta.